kiállító művészeknek, Török Katának és Szikszai Károly úrnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megcsodálhatjuk a képeket, és nem utolsó sorban, és elsőnek kellettem kiemelni Gály József urat, aki a galéria mentorát, aki megnyitja ezeket a nagyon szép, élvezetes képeket, és utána fogadják egy-két pár kulinális élvezetet, kicsit. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, csak látszólag könnyű a dolgom, ugye mindkét kollégát nagyon jól ismerem, mert a cím is megnehezítette, mert semmit rend egy kicsit provokatív. Az embernek sok minden eszébe jut, kicsit olyan, mintha egy ilyen lázadó egyéniségek egyszerűen a valamilyen rendiség ellen cselekednének, de szerintem itt csak annyiról van szó, és arról szeretnék egy pár mondatban bevezetőként beszélni, hogy hogyan lehet a trendet manapság értelmezni. Stilálisan-e, vagy tartalmilag, vagy egyszerűen mindkettő, mert ha valaki ismeri Körfata munkáit, festményeit, akkor elég provokatív, és bizonyos értelemben trendinek lehet azt mondani, amikor aktív politikai tartalmak rejtett vagy nyílt jelentések voltak az első korszakában. Vagyis olyan realista munkát csinált, ahol hiába volt egy csendélet, mégis az újságra rakott ilyen ételmaradványok, egyebek, tárgyak, meg sok minden olyan asszociációt keltettek, vagy olyan epizódokat festett meg, ami kifejezetten aktuál politikára is utalt, de viszont az volt nála a zseniális, hogy az aktuál politikához úgy nyúlt, hogy utána megmaradt a festmény, vagyis nem tűnt el. Na most én nagyon nem gonoszkodni akarok, de Károly annyira lírai, hogyha ketté kellene osztani a két mentalitást, akkor ugye a Katára szavazok ő a maszkulin, és a Károly a femininem, aztán a nagyon finom monokrom érzékenységében olyan, mintha a liraisággal, a lárpullártal, meg sok mindennel, meg ráadásul egy ilyen kis visszafogott monokrom képekkel lázad egy olyan fajta mentalitás ellen, ami a túl direkt, a túl aktuális, a túl efemer, a túl nem tudom, a túl alkalmi, a túl aktivista, a túl, most lehet nevezni azokat a különböző dolgokat, amire hirtelen harapunk. Már az, hogy pozitív módon vagy negatív módon ez a harapás, de ha jobban belegondolunk, akkor amikor valamire azt mondják, hogy a trendet követi, akkor hirtelen elgondolkozunk, hogyha csak másodosztályú módon, és nem csak inspirál, és nem csak katalizátor, akkor amikor valaki mindig csak második vagy harmadik, és nem első, akkor az úgynevezett követős trendiség, az viszont nagy baj, mert mindig másodosztály, harmadosztály és sok-sok osztály marad, és ezt jól megtapasztaljuk, vagyis az én elképzelésem szerint a provincializmusnak kétféle végletes ága van, sajnos a mi kis hazánkban mind a két véglet most dúl, ugye az a belesüppedni a kicses népiességbe totálisan, a másik viszont ez a másodosztályú követés, és ebből mind a kettőt megkaptuk, kurzusok is fölkínálták, úgyhogy ezáltal egyiknek se leszek kedves. Na és visszatérve most a munkákra, ugye, hogy ez az a maszkulinitás, ha szabad így neveznem, ami a Katára jellemző, itt egy kicsit líraibb ő is. Vagyis hogy a találkozási pont az, hogy nem egészen monokromok a képek, de ha jobban megnézzük, azok a nagyon harsány, szinte passzolusan felrakott képei, amiről szerintem legtöbben ismerik Könyvkata a festészetét. Itt most egy sokkal visszafogottabb, néha hideg-meleg szürkékig elmenő, finom varőrszínekkel kever ezek a kék, meleg és egyéb ilyen nagyon finom tónusok, varőrszínek, hogy itt mégiscsak valami líraiságról van. Tehát van az a provokatív kép, ami Zsófi mögött van, ugye ami régebbi is, ezt eláruljuk. Vagy itt van ez a másik kép, az a nagy kombináció, amikor szimbolikus volt. Én rendeleztem, hogy itt a Tóth Menyhért följött az urbánus városba, fölhozta a szívét, és valami a vidéki csatornán jön a nagy szív, a szívpumpába és a szívbe jön egy olyan anyag, amit lehet, hogy azt lehet mondani, hogy a tiszta és őszinte érzelem. Én azért neveztem el ezt a harmonikást, hogy persze ott mennyit, mint fiatal korában, és ez a szegénynek a csont tuberkulózisa meg egyéb is el lehet felejtve, mert ilyen idealizált, allegorikus képről van szó. Persze ez csak az én fantáziám, amit mondtam, mert nem így van, csak az én képolvasatom ilyen. Úgyhogy itt is líraiságról beszélhetünk. A másik, ami nagyon, de nagyon fontos,
hogy ezek a látszólag monokróm és apró képek, ami a Károlynál is van, és egyiket elnevezte, úgy, hogy korrigálta a teremtést itt a Michelangelo-nál. Persze olyan, mint a két kéz összéne, természetesen nem így van, mert ez is csak ilyen fantazmagória. Mert jó, oké, hogy ezt gondoljuk, de mégiscsak inkább olyan, mint egy ilyen ködös kínai vagy táj, vagy valahol Tájvan környékén a szigetek között, ha hajóznánk, akkor olyan hangulat van. És épp erről van szó, hogy sok mindent mondhatnék, a Turnerem keresztül még sok magyar vagy a hollandtól kezdve, nagyon sok, vagy most a Arnold Fine-et azért kell megmondani, hogy néha olyan erős gesztusok vannak, hogy az a fajta felfogás, amikor a kép majdnem teljesen fekete lesz, épp, hogy csak felcsinál, persze nem azzal a gesztus szándékkal, nem azzal a romboló, mint a bécsi akcionisták, hogy egyszerűen a majdnem, hogy a kép megsemmisítésig, a kioltásig, a sötétségig, vagy a újra és újra megsemmisítő felülfestésről van szó, hanem egy sokkal inkább egy írai attitűdről. Na most még sok ilyen érdekességet mondhatnék, de akkor nem lenne sebegesebb hozzá a folyondának, úgyhogy szívből gratulálok a két alkotónak. Köszönjük szépen, részenünk körbe, és mi megkívánjuk Önöket egy fovárt